Sziasztok! Köszöntök mindenkit, aki épp a TV műsorát nézi. Pető Attila vagyok, a Kressz professzor. Akárhogy nézem, az adásaink közül a legnépszerűbbek azok, ahol úgynevezett Kressz feladványokkal foglalkozunk, magyarul olyan témákat beszélünk meg, ami a Kressz vizsgán is kérdés formájában előjöhet. Érdekes egyébként, hogy ezeket a műsorokat nem csak azok szeretik, akik ténylegesen Kressz vizsgára készülnek, hanem mindazok, akik régóta vezetnek, hiszen így tudják igazából leellenőrizni azt, hogy mennyire kopott meg a tudásuk. A mai adásban 17 olyan kérdéssel fogok foglalkozni, amire azt szokták mondani a tanulók, hogy beugratós kérdések. Egyébként csak az a titka ezeknek a feladatoknak, hogy két hasonló feladat nagyon-nagyon egyformának tűnik, és minimális különbség van közöttük, és ezért úgy gondoljuk azt, hogy Miért az egyik, miért a másik? A jó, volt olyan példa egyébként, hogy valaki visszajött vizsgára, hogy becsapták, mert az előző vizsgán megkérdeztek egy feladatot, és ő határozottan emlékszik, hogy azt mondta, hogy igen. A következő vizsgán ugyanezt a feladatot kapta. Azt írta, hogy nem, és egyik sem volt jó. Hogy lehet ez? Hát úgy, bemutatom majd a folytatásba, hogy ezek általában nagyon hosszú kérdések és egy pici-pici eltérés van. Úgyhogy jöjjön a legizgalmasabb 17 úgymond beugratós feladvány. Mielőtt elkezdeném a kérdések feldolgozását, hagyj hívjam fel a figyelmet arra, hogy én, mint Kressz professzor szintén vezetek autós iskolát Budapesten, és talán azért is javaslom, hogy gyertek el hozzánk, mivel nálunk még van úgynevezett tantermi képzés. Tehát sokan ma már távoktatásban, úgynevezett e-learning formában készülnek fel a Kressz vizsgára, de mi tartunk, mint mondtam, élő tan tanulásokat, élő tanfolyamokat, konzultációkat, és ez azért jó, mert pont az ilyen kérdéseket tudjuk helyretenni, pont azokkal a feladatokkal tudunk jobban foglalkozni, amit sajnos a tanulók sokszor eltévesztenek a vizsgát. Úgyhogy nézzük mindjárt az első kérdést. Nagyon egyszerű a feladvány: mi a teendője, ha olyan villamos megállóhely felé közeledik, ahol a fel és az útteste történik. Amit érdemes megfigyelni, hogy a kérdés végén az útteste szó szerepel, ezt azért mutatom, mert van egy másik kérdés, ami hasonló, itt mutatom a képet is egyébként, hogy hogy néz ki ez a feladat, ott viszont szigetre történik a felleszállás. Tehát a zavart ez okozza, hogy úgy gondoljuk, ez a két feladvány ugyanaz, ha megnézzük viszont ez nem igaz, mert mint mondtam, az egyiknél az útteste történik a felleszállás, ritkán, de lehet ilyennel találkozni a városba, és bizony az a szabály, hogyha egy ilyen villamos megállóhely felé közeledünk, ott áll a villamos, akkor meg kell állni és tovább haladni, csak akkor szabad, hogyha a villamos elindult. Annyit elárulok egyébként előre, hogy ennél a 17 feladványnál úgy állítottam össze a feladatokat, hogy mindig az A a helyes, így könnyebb lesz majd eltalálni a jó válaszokat. Tehát itt is olvashatjátok. Míg ennek a párja, nézzük meg egyértelműen egy olyan hely, ahol járda sziget van, gondoljuk a nagykörútra, ott végig járda szigetes villamos megállóhely van. Nyilván itt nem kell megállni, hogyha a villamos beáll a megállóhelyre, viszont elvárható magatartás, amit az válaszba olvasunk, fokozott óvatossággal haladhatunk el a villamos mellett. Következő feladat szintén egy kicsit villamossal foglalkozik, itt viszont azt kérdezik, hogy szabad-e járművel megállni a villamos megállóhelynél lévő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti és ennek a kérdésnek az a párja, hogy a hozzá távolabb eső járda közötti úttestészen, és nem ugyanaz a válasz. Ha megnézzük a képet, ide betettem egyet, sajnos nem minden vizsga a kérdésnél vannak képek, tehát ott valóban el kell képzelni a helyzetet, itt egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, mert látjuk a -e szituációt. Ha megnézzük a képet, ott áll a villamos a megállóhelyen, ott a villamos megállóhely járda sziget, és a közelebb eső járda, illetve úttes széle között ott áll a zöld autó. Ez ebben az esetben szabálytalan, Nyilván a szabálynak az az értelme, hogyha gyalogosok a villamos megállóhez át szeretnének menni, akkor ne lépjenek ki ö, takaró akadály elől, tehát amitől nem látják az érkező forgalmat. Viszont másik irányba nem illik átmenni a villamos innen a gyalogosnak, ezért a képen látható fekete autó viszont szabályosan tartózkodik, tehát így lehet összekeverni ö, könnyedén ezt a két feladatot. A bélyelő jármű az úttestek meccéspontjától 6 méterre állt meg, szabályosan tartózkodik ezen a helyen. Ugye azért érdekes ez a kép, mert ha megnézzük, akkor lehet látni, hogy itt van egy gyalog hely is felfestve, sőt nem is egy, hanem kettő, és ha kettő van, ez azt jelenti, hogy a gyalog átkelőhelyel kapcsolatos megállási szabályokat is bizony be kell tartani. A szabály valóban úgy rendelkezik, hogy az úttestek meccéspontjától számított 5 méteren túlállhatunk meg útkereszteződésben, viszont a gyalog kapcsolatban úgy, úgy szól a szabály, hogy gyalog átkelőhely előtt kell még 5 métert kihagyni, közvetlenül a zebra után megszabad állni a járművel, tehát gyakorlatilag hogyha a B járművet nézem, akkor az a meccéspontjától 6 méterre szabályosan áll meg, viszont hogyha az A jelű járművet, hiszen ott a gyalog átkelőhely, nézem, akkor az nem szabályos, mert neki még a gyalog átkelőhely előtt is ki kellene 5 métert hagyni egy kereszteződést is hoztam, sokan összekeverik ezt a két táblát, pedig gyakorlatilag könnyűnek tűnik, csak azt kell észrevenni, hogy az egyiken egy egyenrangú kereszteződést láthatunk, míg a másikon ott a stop tábla, tehát védett kereszteződésről lesz szó. Mi a helyes áthaladási sorrend, megegyezik a kérdés. Az egyenrangú kereszteződésnél a céljelű jármű fog elsőnek menni, hiszen jobb keze felől nem érkezik másik jármű, mivel jobb keze felől még utca sincsen, utána pedig, ahogy szoktam tanítani a tantermi alkozásokon könnyű megegyezni, Boriczka szabálynak is hívom ezeket, hogy az óra mutató járásával egyezően mennek a járművek, tehát C utána B jön, utána pedig az A. A második képen viszont a stop tábla miatt egyértelműen a B jelű jármű utolsó lesz, hiszen előtte látható az A jelsőbségadás kötelező jelzőtábla, a védett úton érkező közül pedig az A megy elsőnek, hiszen egyenesen megy, míg a C balra kanyarodik. Tehát figyeljünk a kereszteződéseknél, sokszor mondják, hogy de ugyanaz kaptam, nem ugyanaz. Az, mert ott van egy tábla, még akkor is, hogyha a járművek színe esetleg iránya is me megegyezik, a közúti jelzőtábla miatt nem ugyanaz lesz a sorrend. Egy műszaki kérdést is hoztam, hiszen a mai napig is a Kressz vizsgán van öt darab műszaki kérdés. Nagyon egyszerű a feladvány, mi lehet az oka annak, ha a gumiabroncs felülete a képen látható módon kopik el, és az egyik képen a gumiabroncs közepe kopott, a másik képen pedig a széle, ez gyakran összekeverik a tanulót. Talán úgy lehet uh, úgy emlékezni rá, hogy a túlságosan felfújt gumiabroncs ilyen hordó alakú lesz, és a közepe érintkezik a talajjal, és gyakorlatilag ezért kopik el, míg az alacsony légnyomás esetén a gumi abroncs két szélére nehezedik, úgymond az autó, tehát azért ö, gyorsabb ott a kopás, tehát ezeket a rendelenes kopásokat próbáljuk szintén nem összekeverni és felismerni. Közúti jelzőtáblákkal kapcsolatban is szokott zavar lenni, hát a kedvencem, a lejtő meg az emelkedő, hiszen az első kérdésen is ugyanaz a feladvány, mi a képen látható tábla jelentése, viszont az egyiken egy lejtőt látunk, a másikon egy emelkedőt. Na most honnan lehet tudni egy lejtő vagy emelkedő? Könnyű lesz megjegyezni, mindig a számokat, ahogy olvassuk, tehát balról jobbra úgy tekintjük Nyilván lefele megy az út, akkor lejtőnek, ha felfele, akkor emelkedőnek, próbáljuk ezt nem keverni. Sokkal gyakrabban keverik a következő jelzést a tanulók, ahol tulajdonképpen egy háromszögű táblában egy kis pup látható, ennek a jelzésnek az a neve, hogy bukkanó, és bizony a bukkanó nem más, mint kis olyan dombocska az úton, ahol a kilátás korlátozott, tehát itt például érdemes egy kicsit lassabban menni, vagy van tilalom is ilyen helyen, például megállni se szabad, vagy előzni se szabad ilyen utakon. Nagyon hasonló az a tábla, amin két pup van, és bizony, a vizsgán beteszik azt a választ, hogy kettős bukkanó. ne higgyük hányan megjelölik, hogy arra gondolnak, hogy ez a tábla jelentése, pedig ha megnézem a kresztatáblának, az a neve, hogy egyenletlen úttest, szokták egyébként huppanónak is mondani, tehát akár rossz minőségű útra akár pedig sebességcsökkentő bordákat, úgymond fekvőrendőröket helyeznek el, tehát ez a két pupu tábla, ez mindenképpen, ez ne keverjük a kettő bár hagyd mondjam el, hogy épp a napokban láttam a Blaha téren kitéve egy bukkanó táblát, ami nyilván nem bukkanó, hanem egy egyenletlen útest, de valami ezt összekeverték, tehát sajnos a gyakorlatban találkozhatunk tévesen kihelyezett jelzésekkel is, de mi a vizsgán jól tudjuk a választ, és akkor nem lesz probléma, nem fogunk rá hibapontot kapni kedvenc feladványom következik. Egy olyan villamos pályát láthatunk, ami mellett kettő forgalmi sáv van, és azt kérdezik meg, hogy ez a zöld autó, az aljelő jármű megelőzheti az előtte haladókat a villamos pálya igénybevételével. Ráadásul cseles a feladvány, mert nem záróvonalat festettek fel a villamos pályára, valószínű azért egyébként, mert például a visszafordulást engedélyezik. Hát ez az a feladat, amikor nagyon pontosan kell tudni a kresszabályt, és nem egyszerű, ugyanis tilos ráhajtani a villamosvágányra akkor, hogyha az úttest párhuzamos közlekedése alkalmas, és a forgalmi sávokat útburkolati jelekkel megjelölték, természetesen a terelővonal, a szaggatott vonal is ennek minősül, tehát ezért az a jelű jármű szabálytalunk közlekedik, és ennek a B változata, amikor nincsenek felfestve az útburkolati jelek, ugyanúgy megvan a két forgalmi sáv, és ha hiszük, hanem ilyenkor rámehetünk a villamos pályára, természetesen csak az azonos irányú villamosvágányokra, Azért is ez a helyes válasz. Egyébként, ha megnézzük a két feladatot, egy picit logikázni is lehet hiszen az elsőképpen, ahol van felfestés, van egy olyan válasz, hogy csak akkor, ha nem érkezik villamos, ezt bármelyik esetben feltehetnék, tehát biztos, hogy ez nem jó válasz, ezért lehet kiszúrni azt, hogy az a helyes megoldás, hogy nem lehet rámenni, mert egyébként ezen is gondolkodnánk. Ha megnézzük egyébként a második feladványon, ez a válasz már nem is szerepel, mert az is helyes lenne, és ugye talán tudja mindenki, hogy minden kérdésnél csak egy helyes válasz lehetséges. Válasz ki a helyes állítást. Hát itt egy kérdést tettem föl, de három nagyon közeli válasz látható. Sajnos nem tudok mit mondani, ez az, amikor pontosan meg kell tanulni a kreszt. Az első állítás úgy szól, bár már elárultam, hogy az a válasz a helyes, nem baj, azért tanuljunk a többiből is. Az előzést akkor szabad megkezdeni, ha az előzés a szembejövő forgalmat nem zavarja. A B válaszban ugyanezt szerepel, azzal a kitétel, hogy a szembejövő forgalmat nem akadályozza, a C pedig azt szerepel, hogy a forgalmat nem veszélyezteti. A Kressz egyértelműen úgy rendelkezik, hogy nem zavarhatjuk a szembe forgalmat, amibe benne van az is, ha nem zavarhatunk valakit, akkor értelmszerűen nem szabad akadályozni és nem szabad veszélyeztetni. Azért nem jó a B válasz, mert ha azt mondom, hogy nem szabad akadályozni, ezzel megengedem a zavarást. Tehát mindenképpen az ilyen kérdéseknél próbáljuk a jó választ megtalálni. Egyébként nem olyan bonyolult megjegyezni, mert az előzési tilalmaknál, az előzés feltételeinél szerepel ez a zavarási a villamos pályán történő haladásnál szerepel az zavarási tilalom, és más ismertebb szabálynál ilyen nincsen. Az akadályozás pedig jegyezzük meg, hogy megfordulásnál és tolatásnál fordul elő. Tehát azért mondom, hogy ezekből a gondolatokból azért meg lehet oldani ezeket a feladványokat. A képen látható helyen megelőzheti az aljelű jármű az állati erővel vontatott járművet. Ha megnézzük egy a képet, jól lehet látni, hogy van egy előzni tilos táblánk, van egy fekete személyautó, és bizony előtte halad egy lovaskocsi. Aki jól ismeri a szabályt, az tudja a választ. Gépjárművel az előzni tilos tábla után megelőzhető az állati erővel vontatott jármű, tehát beírja az a választ. Ugyanakkor van ennek egy párja ennek a képnek, Hasonló a feladvány, ott is van egy jármű, ott is van egy lovaskocsi, ott is szerepel az előzni tilos tábla, viszont ezen a helyen egy traktort látunk. A szabályban az szerepel, hogy a kivétel az engedmény gépjárműre vonatkozik, már pedig a mezőgazdasági vontató nem minősül gépjárműnek, tehát azért ennél a képnél az a helyes válasz, hogy nem figyeljünk oda egy vizsgán, melyikkel fogunk találkozni szintén egy táblával kapcsolatos olyan kérdés, amit össze szoktak keverni a tanulók. Az első táblán egy út melletti kerékpárút látható, a második táblán pedig az úttesten felfestett kerékpár sáv. Nyilakat látunk, sárga elválasztó vonalat, kerékpáros szimbólumot, akkor hogy a fenébe lehet ezt megjegyezni, megkülönböztetni? Hát nagyon egyszerű, elárulom a nagy titkot. A kerékpárút az út mellett mindig oda-vissza irányú forgalmat biztosít, és ha megnézzük a nyilakat, jó jól lehet látni, hogy arra is, meg visszafelé a kerékpáros, míg ha megfigyeljük, a kerékpársáv esetén az úttest haladási irányának megfelelő irányba ö, tudnak csak a kerékpárosok menni, tehát ezért a második képen az lesz a helyes válasz. Az elindulás szabályával kapcsolatos a következő kép, illetve kép páros. Azt láthatjuk, hogy egy busz elindul a megállóhelyről, egy sárga béjelő jármű érkezik, és a kérdés az, hogy milyen módon köteles lehetővé tenni a busz megállóban történő elindulás lakott területen, Persze itt is ismerni kell a szabályt, ami úgy szól, hogy lakott területen belül az autóbusz elindulását, illetve a jogszélső sába történő besorolását lehetővé kell tenni, tehát ezért az alválasz a helyes, sokan ezt el is találják. Igen, ám de a második képen nagyon hasonló a helyzet, és bizony sokat itt, sokan itt is beírják azt, hogy lassítással szükség esetén megállással kell biztosítani a továbbhaladását a busznak, de nem igaz, mert figyeljük meg a képet, és az a lényeg, hogy a busz a megálló helyről el tud indulni és a jobb szélsősába tudja folytatni az útját, hiszen nincs előtte akadály, ezért itt a válasz az lesz a jó válasz, hogy itt az autóbusz segítség nélkül is be tud kapcsolódni a forgalomba, tehát nincs semmilyen kötelezettségünk. Szintén két nagyon hasonló ábra, előzési szabályal vagy irányjelzéssel kapcsolatos feladat. Itt pont azt kérdezik, hogy az oldalkocsis motorkerékpár előzése közben kell-e irányjelzőt használni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas utat látunk, és ismerni kell persze itt is a szabályt, hogy párhuzamos közlekedésre alkalmas úton ugyanabban a sávban két jármű egymás mellett nem haladhat, kivéve hogyha az egyik jármű egy nyomó haladó, ami mellett elhaladunk, itt viszont láthatjuk, hogy egy oldalkocsis motorkerékpár szerepel az ábrán. Ó, hát erről is van történetem, jön vissza a tanuló a vizsgálat, de tanár úr, én vittem a nagyítót, hát abból nem lehet kivenni, hogy ez oldalkocsis motorkerékpár, engem bizony becsaptak, sok ilyet hallgatok. Hát olvassuk el a kérdést ilyenkor figyelmesen, mert ott szerepel a kérdésben, hogy az oldalkocsis motorkerékpárt előzzük meg, tehát figyeljünk pontosan meg minden feladatnál, hogy igazából

Mit is kérdeznek? És akkor itt van a második ábra, ahol bizony egy egynyomó haladó kerékpárost előzünk meg, amelynek az előzése lehetséges sávon belül, így az irányjelzőt itt nem kell használni, ugye az előbb az oldalkocsinál, mivel át kell menni a másik sába, muszáj használni az irányjelzőt, itt viszont nem. Kicsit annyiból becsapós a kép, és sajnos ezt is el ki kell hangsúlyoznom, hogy ezek a képek azért nem teljesen méretarányosak a vizsgán, tehát sokszor azt mondják, hogy de hát nem férek el a biciklis mellett, és való igaz, a megfelelő oldaltávolságot előírja Kressz előzés közben, de hát végül is ezek csak illusztrációk, itt a szabályt kell pontosan tudni, tehát végül is az irányjelzőt itt nem kell használni, természetesen érdemes lenne hozzátenni, ha sávon belül biztonságosan meg tudjuk előzni a kerékpárost elsőbséggel, gyalogos elsőbségével kapcsolatos ez a kérdés. Nagyon sokan elrontják. Az első képen kanyarodó főútvonalat látunk, az aljelő jármű jobbra letér a főútvonalról, túlodan átmennek a gyalogosok, a Kressz úgy rendelkezik, hogy a gyalogosnak ilyen esetben is elsőbséget kell adni, hiszen bár nem kanyarodik a jármű, irányt változtat, és kanyarodás irányváltoztatás után az gyalogosoknak jár az elsőbség. Ezt általában még úgy, ahogy megjegyzik, megoldják a, a tanulók, de van ennek egy úgy nevezett szivatósabb változata, amikor egy kanyarodó főútvonalra hajtunk fel, láthatjuk a következő képen az elsőbbségadás tábla felől, és mivel ez nem irányváltoztatás, bármilyen furcsa, itt a gyalogosnak nem kell elsőbbséget adni. Múltkor valaki azt hogy ezt a képet kivették a vizsgáló pontarom, azért, mert volt erről vita, meg nagyon meg se tudtuk magyarázni, hogy miért. Nem tudok mit mondani, a szabály úgy rendelkezik, hogy ez nem irányváltoztatás, ha nem, akkor a gyalogosnak nem kell elsőbbséget adni. Sok villamos megállóhelyes kép volt, itt van egy újabb, de ez már gyalogossal kapcsolatos. A kérdés az, hogy számíthatok-e járművet vezetve arra, hogy figyelmetlen gyalogosok a villamos megállóhelyről az úttestre lépnek. Az alapszabály az, amit tudni kell, hogy ilyen helyen a gyalogosnak nincs elsőbsége, mindamellett, hogy átmehet az úttest túloldalára a villamos járdaszigettől. Ezért itt az lesz a válasz, hogy igen, ezért fokozottan ügyelni kell a megállóhelyről lelépő gyalogosra, és és ha B variációként ugyanaz a kép azt teszik föl kérdésnek, hogy köteles vagyok -e elsőbséget adni, az lesz a válasz, hogy nem, hiszen csak a fokozott óvatosság és a figyelem a lényeg. Sokan hozzáteszik persze, jó, de hát nem üthetem el a gyalogost, de ki szoktam hangsúlyozni, nem azt kérdezik, hogy elüthetem el a gyalogost, hanem azt, hogy elsőbséget kell adni. Az elsőbségadási kötelezettség az egy jogi kategória, természetesen soha senkit nem ütünk el a közlekedés során, de mint mondtam, nem az a feladvány. Hát a kedvenc vezetés elméleti kérdésemet is betettem ide. Nagyon sokszor azt szoktam tanácsolni, hogy ez az a kérdés, amit ha értünk, értünk, nagyon örülök neki, de ha nem, akkor magoljuk be. Hogyan viselkedik az alulkormányozott gépkocsi a csúszás határ elérésekor, és ennek van egy párja, a túlkormányozott gépkocsi a csúszás határ elérésekor. Láthatjátok a jó válaszokat, mind a két esetben az alválasz a megfelelő, nem könnyű elmagyarázni. Én mondjuk ide betennék egy ábrát, és én meg is tettem, sajnos vizsgán ezzel nem fogtok találkozni. Túl kormányozott gépkocsinál az a lényeg, hogy a motor a jármű nehezebb része a kocsi hátuljánál van, ezért a kanyarban a hátulja úgymond menne tovább, ezért a kocsi órát befordítja a kanyar belső része fele, ezért egyre szűkebb ívbe kanyarodva pördülni kell. Erre szoktam mondani, hogy ezen a vizsgán nem véletlenül tíz hibát lehet ejteni, hiszen tíz hibával még sikerül a vizsga. Tanuljuk meg jól a kereszteződéseket, az összes három pontos kérdést, ami fontos lehet, és akkor megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy egy ilyen nehezen értelmezhető, nehezen magyarázatható feladatot elrontunk esetleg. De mondom, külön örülök annak, hogyha valaki érti is ennek a megoldását. Az utolsó feladatnál a kérdés ugyanaz, viszont az ábrák nem egészen. Kérdés úgy szól, a képen látható helyen mindkét jármű csak irányváltoztatással tudja az útját folytatni, melyik jármű haladhat tovább elsőként. Az első feladványban párhuzamos közlekedésre alkalmas utat látunk, ahol a két sából egy lesz, és a járművek csak úgy tudnak haladni, hogyha mind a ketten irányváltoztatással folytatják az útjukat, a második képen viszont hasonló a helyzet, de szemből érkeznek a járművek, és bizony ez két külön szabály. Az első feladatnál konkrétan a Kressz meghatározza, hogy ilyenkor a jobbról, a jobboldali sából érkező járműnek van elsőbsége, az mert elsőként, ezért itt egyértelműen az A lesz a helyes. A második képen viszont a kitérés esetén nincs jobboldali jármű, nincs egyenese haladó jármű, teljesen szimmetrikus a helyzet. Ilyenkor azt tanácsoljuk, hogy megegyezéssel, avagy kölcsönös udvariassággal, kölcsönös megegyezéssel döntik el a járművek, hogy ki előbb. Ez nagyon érdekes, hiszen a kreszben a kölcsönös udvariasság ilyen formán nem szerepel, és bizony a vizsgán olyan kérdéseket tesznek fel csak közlekedési ismeretek témában, ami a kreszben szerepel. Úgyhogy betettem ezt a képet a végére, de megnyugtatok mindenkit, hogy a kitérés verziója a vizsgán nem fog előfordulni, viszont ne felejtsétek el, hogyha azonos irányból érkeznek a járművek, az benne van a kreszbe, tehát ilyenkor a jobb oldali jármű mehet tovább. Hát ez lett volna az a 17 kérdés, amire azt mondom, hogy egy picit nehezebbek, vagy ahogy szokták mondani a tanulók, szivatósabbak. Remélem, hogy ö, meg tudjátok majd oldani a vizsgán, és mindenkinek továbbra is figyelmébe ajánlom, főleg aki kresszvizsgára készül, az egyszerűen érthetően kiadványomat itt a kommentben elolvashatjátok azt, hogy hogyan lehet megrendelni, hiszen ebből remekül fel tudtok készülni a Kreszvizsgára. Ennek a feladatoknak a zöme is szerepel benne, könnyen meg lehet. Tanulni. Hát ismét csak azt tudom mondani, hogy örülök, ha segíthettem, és ha tetszik a Kressz TV adásod, gyeltek máskor is. Rengeteg izgalmas témával fogok foglalkozni, és aki idáig eljutott, annak örömmel jelentem, hogy nem sokára elindul a Matyi vezetni tanulsorozat, amelyet már nagyon sokan várnak, ahol Matyit, egy mai 17 éves fiút megtanítok vezetni, nem is akármilyen módon. Gyertek, nézzétek az adásokat. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok, gyertek máskor is.